Több mint 2 millió darab apró csempét ragasztottak fel a szakemberek a gyógymedencében. Korábban retro hangulatú, messzelt falak között ülhettek a vendégek. Erre a korszerűsítésre már nagy volt az igény, azonban a forrást most tudta biztosítani a hajdúdorogi önkormányzat. Összesen 43,5 millió forint önerőből valósult meg a beruházás, amelynek része volt az új gépészeti elemek beszerzése, valamint a vízforgató és a töltőrendszerek felújítása is a gyógymedencében. Hajdúdorog a 10. legnagyobb település Hajdú-Bihar megyében, a szállás éjszakák számát tekintve azonban ettől jobb helyen áll. A 8.-9. helyen Hajdú-Dorog is ott szerepelt a listában, és meg is kérdeztem a kollégáktól, hogy mitől, hát nincs is igazából szállodánk, motelünk, mitől van ez. Viszont a strandfürdőn található egy ifjúsági szálláshely, ami egész szezonban szinte 100%-ban ki van használva, meg szezonon túl is, és ez pontosan annyit jelentett, persze értelemszerűen az első hármat, Szobosztót, Debrecen nem kell hozzánk mérni, mert fényévnyi távolságra van ebben a mutatóban. Csige Tamás azonban hozzátette, érzékelhető a turisták számának növekedése. Szlovákiából, Lengyelországból egyaránt többen érkeznek Hajdú-Dorogra, de magas a hazai pihenni vágyó nagycsaládosok aránya is.